blablabla. Szóval még egyszer. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban karácsonyi könyveket fogok ajánlani. Az első könyv, ami egy igazán icike-picike, nagyon rövid olvasmány, Dr. Seuss-tól a Görcs, aki ellopta a karácsony. Nem tudom, a Görcs honnan jött, de maradok a Grinchnél, szóval ez a Grinch. Ez szerintem a legtöbb embernek ismert a történet alapja, tehát van a Grinch, aki megutálja a húkat, a kiket, nem tudom magyarban, hogy ez hogy van lefordítva, szóval megutálja azokat, akik szeretik a karácsonyt, és elhatározza, hogy ellopja a karácsonyt. És hát szerintem a könyv méretében is látszik, hogy ez egy nagyon rövid kis történet, igazság szerint ez egy vers, ilyen verses történet, tehát ilyen egy oldalon 6 sor, nem nagyon van több, de én azt például tavaly karácsony napján olvastam, ilyen reggel környékén, csak hogy egy kicsit hangolódjak a karácsonyi hangulatra, és egyébként ez egy nagyon aranyos kis könyvecske, szóval szerintem egy nagyon gyors karácsonyi olvasmánynak tökéletes, meg gyerekeknek is. A következő szintén egy gyerekkönyv, és ez is egy nagyon-nagyon gyors olvasmány. Ez Tolkientől a Karácsonyi levelek. Ebben a könyvben azok a kis történetek és levelek vannak összegyűjtve és kiírva, amiket Tolkien a gyerekeinek a Mikulás nevében írt. Hosszú-hosszú, azt hiszem valami 20 éven keresztül írt talán leveleket karácsonykor a gyerekeinek, ugye mindig úgy írogatta őket, hogy amikor valamelyik már felnőtt, akkor ugye annak már külön úgy nem címezte a leveleket, de azért megemlítette őket, és igazából a levelekben Télapónak és a jegesmedvének az északi sarkon az évben történő kalandjairól ír, amikor mondjuk kimarad egy év, akkor összefoglalja azt is, vagy amikor valamikor van olyan is, hogy egy évben többször is levelet váltanak a gyerekek a Télapóval, és szerintem ez nagyon aranyos, elég megható kis könyvecske volt, és én nekem nagyon tetszett. Én ezt mindenképpen ajánlom olvasásra, mert tényleg nagyon-nagyon jó kis történet, és végül is, ahogy olvassa az ember, azért egy mondhatni kerek történet alakul ki a levelek során. A következő az egy klasszikus karácsonyi mese, bár a Grinch is az volt, de ez egy klasszikusabb, ez pedig Dickensnek a Karácsonyi éneke. Szerintem igazából a történet az mindenkinek nagyjából megvan. Van Mr. Scrooge, aki utálja a karácsonyt, és meglátogatja őt a karácsony három szelleme, az elmúlt karácsonyok szelleme, a jelen karácsonyok szelleme, és az eljövendő karácsonyok szelleme. És arról szól, hogy Mr. Scrooge hogyan váltja meg önmagát. Szóval ez is egy nagyon jó kis történet. Szóval ezt is ajánlom. De erről szól a videó, hogy karácsonyi könyveket ajánlok. Szóval nem tudom, miért mondom el minden egyes könyvnél, hogy ezt is ajánlom. A negyedik könyv az ilyen Jolly Joker, mert gyerekkönyv, karácsonyi könyv, felnőtteknek is jó, kalandos, érzelmes, tényleg, akármiről van szó, hogy akármilyen kategóriában kell könyvet ajánlani, ja, fantasy is egyébként, szóval akármilyen kategóriában kell könyvet ajánlani, tutira ajánlom ezt a könyvet. Ez pedig Matt Haig-től a Fiú, akit karácsonynak hívnak, ezt ajánlottam a múlt heti adventi videómban is, amiben hogy ugye az volt, hogy milyen könyveket lehet karácsonyra ajándékozni, de azt is ajánlom, hogy olvassuk is el. Nem muszáj pont karácsonykor, vagy karácsony környékén, akármikor el lehet olvasni, de tényleg csak ajánlani tudom, mert ez egy nagyon jó kis történet, és én imádtam. Szóval nagyon jó, és van neki két folytatása. A lány, aki megmentette a karácsonyt, talán ez a második, és van egy harmadik rész, aminek semmilyen nyelven nem jut eszembe a neve, és én azokat is el szeretném olvasni, mert szeretném még látni a szereplőket, akik ebben a könyvben megjelentek, mert én imádtam ezt a kis történetet. És tényleg abszolút Jolly Joker, mert tényleg bármikor, bármilyen alkalomra, bármilyen műfaj szeretőjének tökéletes ajándék és tökéletes olvasmány szerintem. Az utolsó karácsonyi kötet pedig, amit én ajánlok, ez hát még nem jelent meg magyarul, nem tudom, hogy meg fog-e, de én ezt nemrég olvastam, és nekem nagyon tetszett. Ez pedig Francesca Ornáktól a Seven Days of Us. Ennek a könyvnek az a története, ez egy családregény egyébként, vagy hát ilyen családi
családregény, szerintem. Szóval az a történet, hogy van anyuka, apuka, az idősebbik lánygyerek, a fiatalabbik lánygyerek, de mindenki 30-on fölül van, tehát nem kisgyerekek vannak benne. És az idősebbik lány, Olivia, ő egy fertőző vírust kezelt önkéntesként Afrikában, és most hazajön 23-án, december 23-án, karácsony előtti napon, és 7 napig karanténban kell lennie, de mivel a családja vele szeretné tölteni a karácsonyt, ugyanis évek óta nem volt itthon, ezért úgy döntenek, hogy akkor együtt négyesben töltik a karantént. Hát közben felbukkannak más emberek is, és hát azért 7 nap összezárva a családoddal felszínre hoz egy-két dolgot. Szóval tömören ennyi a történet, nagyjából a fülszöveged is ez áll. Ez a könyv, ez konkrétan olvastatja magát. Olvastam, és egyszer csak fölnéztem, megnéztem, hogy hanyadik oldalon vagyok, és olvastam 50-60 oldalt, és nem tudom, mikor történt ez, mert nem tűnt egyszerűen annyinak. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó könyv volt, és tényleg nagyon olvastatja magát, és várja az ember, hogy mégis mi fog kiderülni. Hát nem is az, hogy mi fog kiderülni, hanem hogy hogyan fog kiderülni, mert egyes szem első szemében vannak a fejezetek írva, és a családtagok nézőpontjai váltják egymást. Szóval így igazság szerint ebben az a tök jó, hogy megismerjük minden egyes emberen keresztül, hogy ő mit gondol a családjáról, meg mit gondol a másik családtagról, és ugye ezt így mindenkinél, szóval így teljesebb képet kapunk az egész családról, tehát ugye nem csak egy emberen keresztül ismerjük meg a családtagokat, hanem mindenkin keresztül. Szóval ez egy nagyon jó könyv. És a végét utáltam. Mármint, hogy a végén volt egy dolog, ami derültékből villámcsapásként ért, és az szomorú volt, az nagyon. Amikor már az ember azt hinné, hogy tök jó, itt a vége már csak levezeti, vagy lezárja az íródő a történetet, nem. Szóval a végére készüljetek. Hogyha ti is olvastatok olyan karácsonyi történetet, amit ajánlanátok, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!